Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Szívesen tettem eleget a meghívásnak, hogy itt a Marosvásárhelyi stúdióban két megítélésem szerint fontos témáról röviden szóljak. Először ezen a címen szeretnék kereszténység és gondolkodásbeli érzelmi fegyelem. Nem tudom, hogy mindenkinek ismerőse ez a fogalom, hogy gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem. Éppen ezért először erről a fogalomról szeretnék beszélni, majd pedig arról, hogy mi köze ennek a kereszténységhez, milyen szerepe van a gyakorlati keresztény életben a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem gyakorlásának. Először is arra hívnám fel a figyelmet, hogy nem lehet szétválasztani a gyakorlatban, hogy gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem, mert a gondolataink és az érzéseink valójában a legszorosabban összefonódnak. Minden gondolatot kísérnek érzelmek, és az érzelmek erőteljesen motiválják, ösztönzik is a gondolatainkat. Az érzelmeink pedig így mondhatjuk, hogy pozitív vagy negatív előjelűek alapvetően. Minden, amivel találkozunk, vagy ami gondolatként átfut a fejünkön, vagy vonz, vagy pedig taszít bennünket. Aztán a fokozatoknak a skálája nagyon széles, attól kezdve, hogy valami nekünk szimpatikus, egészen a ragaszkodó szeretetig, vagy a lelkesedésig, és attól kezdve, hogy valami inkább ellenérzést kelt, egészen a gyűlöletig, és az abszolút elutasításig. A gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem lényegének a megvilágításához segítségül hívok egy bibliai igét. Ez a bibliai ige Példabeszédek könyvében található. Példabeszédek könyve 25. fejezetéből idézem a 28. verset. Tehát Példabeszédek könyve 25. fejezetéből a 28. verset idézem, amely a következőképpen hangzik. Mint a megromlott és kerítés nélkül való város, olyan a férfi, akinek nincsen birodalma az ő lelkén. Ezt a kifejezést szeretném kiemelni ebből az igéből, hogy birodalma van a lelkén, más szóval uralma van a saját lelke, a lelki világa felett. Ez a döntő eszme ebben a bibliai igében. És úgy mondja, hogy az az ember, akinek nincs uralma a saját lelki világa, a saját lelki működései felett, nem tudja azokat irányítani, kormányozni, az hasonlít a megromlott falu, vagy bekerítetlen városhoz. Ugye az ókori világból értjük meg igazán ezt a hasonlatot, mert az ókorban nagyon veszélyes volt olyan városban lakni, amelynek a kőfalán valahol olyan romlás van, amit nem javítottak ki. Az a város pedig, amit nem vettek körül városfallal, gyakorlatilag lakhatatlan volt. Bármikor rátörhetett az ellenség, akár portyázó csapatok is veszélyeztethették. És tegyük fel most azt a kérdést, hogy mit jelent a gyakorlatban az, hogy valakinek uralma van a saját lelke felett. Lehet gyorsan azt válaszolni, hogy ez bizonyára azt jelenti, hogy tudja kezelni az akaratát, mindig tudja, hogy mit akar, határozottan választ és dönt, és ezt keresztül is viszi. De az akarat, a választás és a döntés mögött mindig ott vannak az egymással szorosan összefonódó gondolatok és érzések, mert ezek késztetik az akaratot. Még jobban elhatolunk a döntéseink gyökeréig, ha megfigyeljük azt, hogy a gondolataink és érzelmeink honnét erednek, és miből tevődnek össze. Először is tegyünk különbséget ösztönös gondolatok és érzések, valamint tudatos gondolatok és érzések között. Tapasztalatból tudjuk azt, hogy vannak nem tudatosan választott, vagy tudatosan előhívott gondolataink és érzéseink.
Néha azt mondja az ember, hogy hogy is tudott ilyen furcsa dolog az eszembe jutni. Vagy nem is tudom megmagyarázni, hogy miért van rossz hangulatom, vagy ugye néha ilyen zsargonban így mondják, hogy a misszes érzésem. Ezek a nem tudatos gondolatok és érzések, ösztönösek, és teljesen váratlanul, megkérdezésünk nélkül bukkannak fel a lelki világunkban, és próbálnak befolyásolni bennünket. Valójában ezek az ösztönös gondolatok és érzések a genetikai hajlam, valamint a szokás törvény által meghatározott rétegéből jönnek a lelki világunknak. Nagyon mély titok, közelebbről meghatározni nem tudjuk, hogy miképpen. A Bibliát is szeretném idézni. A Biblia így mondja, hogy be van írva a tagjainkba az én középpontuságnak az ösztönös törvénye. A Biblia szerint tulajdonképpen ez a bűn. És így mondja, fel van írva a tagjainkban. Hogy miképpen van fölírva a pszichikai természetünkben, ezt senki igazán megmondani nem tudja, csak a tapasztalati valóságát érzékeljük. A tudatos gondolatok viszont származnak az információkból, amelyek behatolnak a tudatunkba, amelyeket felveszünk, származnak továbbá az emlékeinkből, amelyeket tudatosan hívunk elő, és származnak a megfontolásokból, ahogyan logikailag átgondoljuk, értékeljük azokat az információkat, amelyek hozzánk jutnak, és bizonyos következtetéseket vonunk le. Még egy forrását kell megemlítenünk a bennünk felmerülő gondolatoknak, ez pedig a lelkiismeret. A lelkiismeret nagyon különböző szinten működik egyik és másik embernél. Alapvetően a lelkiismeret nem más, mint erkölcsi ítélőképesség. Annyira természetesnek tartjuk, mert megszoktuk, de a valóságban nagyon érdekes az, és szinte megfoghatatlan, hogy mi tudunk ilyen síkban is gondolkodni, és ezt is mérlegelni, hogy valami helyes vagy helytelen, igazságos vagy igazságtalan, jó vagy rossz. Persze, hogy ez az ítélő képességünk milyen élénken működik, az azon múlik, hogy például hogyan neveltek bennünket, milyen erkölcsi normákat, milyen erkölcsi törvényt ismertünk meg, vagy később saját magunk, hogyan kutattunk ezután, hogyan gondolkodtunk az erkölcsi törvényről, és mi az, amit elfogadtunk, amit a lelkiismeretünk törvényeként befogadtunk. Függ attól is, hogy milyen élénken működik a lelkiismeret, hogy a jelzéseire mennyire hallgatunk. Elfojtjuk ezeket magunkban, elleneszegülünk, vagy pedig odafigyelünk rájuk, és engedelmeskedünk nekik. Minden esetre azt is meg kell jegyeznem, és ez még egy nagyon fontos tényező, hogy két irányból természet feletti hatás is megjelenhet a gondolatainkban és az érzéseinkben. A lelkiismereten keresztül az Isten szent lelke az, aki szól, aki késztetéseket ad. Így mondja a Szentírás, hogy munkálja bennünk az akarást. Milyen érdekes kifejezés, nem? Késztetéseket ad, biztatásokat ad az akaratunknak, hogy jó felé fordítson bennünket. Másrészt viszont az ösztönös természeten keresztül az a bizonyos ős ellenség, akit a Biblia sátánnak nevez, mint Isten és ember ellenségét, ő is adhat és ad is késztetéseket az embernek. Sokszor egy gonosz, rossz gondolat, vagy egy hirtelen felrobbanó, ellenkező érzelem a jóval, ez kifejezetten az ő sugallata. Itt is idéznék egy bibliai igét, ugye Júdás neve gondolom szinte mindenkinek ismerős, ugye a Jézust eláruló tanítvány, és úgy olvassuk János evangéliumában, hogy belesugalt a sátán Júdás szívébe, hogy árulja el Jézust.
Tehát az ellenség oldaláról is jöhet ilyen belesugallás. De még az Isten szent lelke a lelkiismereten keresztül szól, a gonosz az legtöbbször, leginkább eltekintve attól, hogy van már gonosz és torzult lelkiismeret, ahol, ami a Biblia beszél ugye gonosz, megfertőztetett lelkiismeretről is, tehát a lelkiismeret nem mindig biztos iránytű, de alapvetően leginkább az ösztönös természeten keresztül hat az ellenségnek a késztetése. Az a kérdés tehát, hogy mi mennyire vagyunk képesek uralni a belső lelki működéseinket. Mivel az akarat, a választás az attól függ, hogy mennyire tudjuk belülről kormányozni saját magunkat. Tehát nem csak kifelé kell, hogy legyen akaratunk és választásunk, hanem befelé is. Sajnos nagyon sok ember a választás, a döntés hatalmát csak kifelé használja. Van erős akarata, tudja, hogy mit akar, akár még másokra is rákényszeríti, tudja ezt érvényesíteni. De nagyon fontos, hogy befelé is működjön az akaratunk, és éljünk a választás, a döntés hatalmával, hogy milyen gondolatokat hagyunk jóvá, milyen érzelmekkel állunk szóba, és melyeket utasítjuk vissza. Biztos, hogy az a legkényelmesebb, hogy egyszerűen elengedjük magunkat, átadjuk magunkat az ösztönös gondolatoknak és érzéseknek. Mégis tévedés azt hinni, hogy ha valaki nagyon tudatos befelé, tehát nagyon is él a választás és a döntés hatalmával, hogy lelki világában mit hagy jóvá és mit utasít el, téves lenne azt gondolni, hogy ennek az embernek az élete küzdelmes, hogy ez nagyon fáradtságos mindent megfontolni, mindent mérlegelni. Nem így van. A valóság az, hogy az az ember szabad és boldog, aki uralni tudja a lelki világát. Aki nincsen kiszolgáltatva annak, hogy jönnek és mennek és felbukkannak váratlanul furcsa gondolatok és érzések, ő pedig széttárja a kezét és azt mondja, hogy hát ez vagyok, ilyen vagyok, mit lehet tenni, ha így érzem, hát ha ezt gondolom, akkor ennek a gondolatnak nem lehet ellenállni. Ez az óriási tévedés, és valójában az az ember kiszolgáltatott és sodródik, és az lesz boldogtalan és szerencsétlen, aki nem tudja uralni a gondolatait és az érzéseit, és valójában ezek uralkodnak rajta. Elsősorban az ösztönös gondolatok és érzések. Szeretném megemlíteni azt is, hogy nagyon erősek az ösztönös gondolatok és érzések. Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében annyira látja, hogy ha az embernek nincs uralma a lelki világa felett, és pedig isteni segítséggel, mert erre még fogok utalni, hogy ezt saját erőnkkel képtelenek vagyunk megvalósítani, akkor maga az ős természet, maga az öröklött, szerzett természetünk, az annyira át van itatva az én középpontuságnak a törvényével, hogy az apostol egyenesen így fogalmaz, ezt a Római Levél 7. fejezetének a 18. versében találjuk, nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Persze ehhez tudnunk kell, hogy a test szó mögött itt a görög szövegben a szárk szó van, ami a megromlott emberi természetet jelöli. Tehát ami eredendően megromlott, örökségképpen magunkkal hozott megromlott természetünk az, amiben semmi jó, semmi igazán jó, ami az igazság törvényével, ami az isteni szeretet törvényel egyeznék, nincsen. Tehát ezt azért hangsúlyozom, hogy nagyon erősek az ösztönös gondolatok és érzések. Nekünk embereknek az a kiváltságunk, hogy ne ösztönlények legyünk egyszerűen, hanem használjuk legelőször befelé a választásnak és a döntésnek a hatalmát. Szeretnék egy bibliai igére hivatkozni ismét, amely megvilágítja azt, hogy mennyire nagy az értéke annak az embernek,
akinek abszolút uralma van a saját lelki világa felett. Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 32. versét idézem, tehát Példabeszédek könyve 16. fejezetéből a 32. verset így hangzik. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán, annál, aki várost vesz meg. Ugye a történelemben sok hódító vezér hősi minősítést kap, mert bevette egy várost például, de a Biblia azt mondja, hogy az a legerősebb ember, az a különlegesen értékes ember, aki uralkodni tud a gondolata és az érzései felett, az ösztönös természete felett. És szeretném akkor feltenni azt a kérdést, hogy milyen módon valósulhat meg ez. Legelőször is idéznék még ugyancsak Példabeszédek könyvéből egy igét, a 2. fejezet 11. versét. Ugye érdekes, hogy ez a bibliai könyv, amely tele van gyakorlati etikai tanításokkal, tanácsokkal, mennyire fontos szerepet szán a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemnek. Már két igét idéztem Példabeszédek könyvéből, és most egy harmadikat is. Így mondja a 2. fejezet 11. verse. Meggondolás őrködik feletted, értelem őriz téged. Nagyon jó az emlékezetünkbe vésni ezt az igét. Tehát ne hagyjuk kontroll nélkül száguldani a gondolatokat, a képzeletet, a fantáziát, az álmodozást a fejünkben, és ne engedjük szabadjára az érzéseket, hanem így mondja az ige, meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Tehát az ösztönös gondolatokat és érzéseket vessük a tudatos gondolkodás, a tudatos gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemnek az ellenőrzése, az irányítása alá. Fontos dolog, hogy megtanuljunk rendet csinálni magunkban. Mondhatnám, hogy az egyik legfontosabb jelszó, tégy rendet magadban. A közmondások rendszerint nagyon okosak. Az egyik közmondás például így szól, beszélj a saját fejeddel. Ez az egyik legfontosabb tudomány. És az embernek sokkal gyakrabban van erre szüksége, mint ahogy az átlag ember teszi. Még azt is megemlítem, hogy azért van szükség csendekre az életünkben. És különösen termékeny, hogyha természeti környezetben csendesedünk el, hogy ezt a rendcsinálást a fejünkben megvalósítsuk. De még a zaklatott, zsúfolt, túlterhelt életünkben is ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy elalvás előtt, reggel, napkezdés előtt rendet csináljunk a fejünkben, a gondolatainkban és az érzéseinkben, és hozzákészüljünk az előttünk álló naphoz. Most ismét olvasok Példabeszédek könyvéből egy igét, Példabeszédek könyve 4. fejezetéből, amely ugyancsak erről szól, hogy hogyan is megy ez a belső rendcsinálás. Így olvasom a 4. fejezetből, a 23. verstől. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Egyengesd el lábaid ösvényeit, és minden utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól. Nagyon szeretem ezt az ige szakaszt, mert ugye azzal indít, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet. A Biblia fogalomvilágában a szív az az ember teljes intellektusát is magában foglalja. Tehát nem csak az érzelmeket jelenti, hanem a gondolkodást, az érzelmeket, a lelkiismeret, az akarati döntések működését, mindezt együtt. És azt mondja, ezt minden féltett dolognál jobban kellene őriznünk, és ebben a rendet megtartani a valóságban, mert
joggal mondja, innét indul ki minden élet. A belső megalapozással meghozott döntéseinkből lesznek a szavak és a cselekedetek. Aztán így mondja, hogy vesd el tőled a száj hamisságát, az ajkak álnokságát, de itt is hozzáteszem, hogy a beszéd mögött gondolatok állnak, és érzések, és ezekbe között választanunk kell. Tehát ebből főleg ezt a kifejezést emelném ki, hogy vesd el. Tehát legyenek olyan gondolatok és érzések, amelyeket az ember elvet, nem áll szóba velük, elutasítja őket, nem hagyja, hogy fészket rakjanak a lelki világában. Aztán így mondja, hogy a te szemeid előre nézzenek, szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak, vagyis azt mondja, válasz határozott irányt. Mondja, egyengesd el lábad ösvényeit, gondold meg, fontold el meg, merre akarsz menni, ne csak ösztönösen kövesd a felbukkanó gondolatokat és érzéseket. És aztán ne térj se jobbra, se balra, és fordítsd el a lábadat a gonosztól. Most ezek után azt a kérdést szeretném felvetni, hogy ez akár lehetne mondjuk egy antropológiai elemzés, vagy tanulmány önmagában, de mi a köze ennek a kereszténységhez? Én azt szoktam mondani, hogy a kereszténység gyakorlása, tehát a valódi Krisztus követés, a keresztény élet a gyakorlatban legnagyobb részt gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet jelent. Milyen vonatkozásban? Először is az ember elfogadja a Szentírás alapján azt a szemléletet, hogy én nem azonosíthatom magamat minden gondolattal és érzéssel, amely bennem felbukkan. Nagyon megérti, és önmagára nézve elfogadja, hogy az alaptermészetemben, amit az egyetemes rossz emberi örökség, az én középpontuság hajlama határoz meg, és amire sajnos még én magam is ráerősítettem a korábbi rossz döntéseimmel, ebben önmagában nem lakik semmi Isten szerinti jó, ami az igazság törvényével, az isteni szeretet törvényel megegyezik. Egy bibliai ige Jeremiás könyvében úgy hangzik, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Tehát az ember nem megadja magát mindennek, ami benne felbukkan, hanem bizalmatlan ezekkel szemben, és kontroll alá veti. De a kereszténység azt is jelenti, hogy nem csak ezt tudja, hanem azt, hogy egyedül nem tudja kontroll alá vetni. Hogy megint Jeremiás prófétát idézzem, csak így fejből a 13. fejezetben olvasható, a 23. versben felteszi a proféta a kérdést, ami ugye nyilván egy költői kérdés, mindenki tudja rá választ, elváltoztathatja-e a párduca foltosságát, és a szeretsen a bőre színét. Majd így mondja, úgy, annyira cselekedhettek jót ti is, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát a keresztény ember tudja azt, hogy ő nem tudja egymaga uralmat gyakorolni a gondolatai és az érzései felett, hanem Isten szent lelkének a segítségére van szüksége. Ezért igényli, kéri és elfogadja ezt a segítséget. És nagyon világosan tudja azt, amit Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 12. versében így fogalmaz, nem vagyunk adósok a testnek, és megint gondoljunk arra, hogy itt a szárk szó van, tehát a megromlott természetnek, nem vagyunk adósok ennek a megromlott természetnek, hogy azerint éljünk, a diktátumai szerint éljünk. Ez egy óriási örömhír. A keresztény tudja azt, hogy ő nincs kiszolgáltatva ezeknek a szeszélyes gondolatoknak és érzéseknek, amennyiben segítségül hívja az Istent, és tényleg az ő szent lelkének a belső segítségére, tanácsaira, ösztönzéseire támaszkodik. Tehát egyrészt így függ össze a kereszténységgel, és a keresztény ember tudja azt, hogy milyen komoly az az intés, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Tehát amikor, hogy így mondjam, az imájára,
a kérésére a Szentlélek belül valóban inti, tanácsolja őt, késztetéseket ad, akkor tudja, hogy milyen fontos ezekre figyelni, éberen figyelni, és lehetőleg azonnal, abban a pillanatban engedelmeskedni nékik. Mert csak ebben az esetben kapja meg tényleg, hogyha élni is akar vele, ha meg is becsüli, akkor kapja meg ezt a segítséget a gondolatai és az érzelmei uralásához. Van egy másik síkja is azonban annak, ahogyan összefügg a kereszténység a gondolati és az érzelmi fegyelemmel. Ez pedig azt jelenti, hogy ezen a földön rengeteg veszély fenyegeti az embert, és természetesen a tekintetünk, a látható, a körülöttünk zajló, a bennünket körülvevő dolgokra szegeződik. De a keresztény ember tudja, hogy van egy láthatatlan valóság is, a mindenható Isten, a menny, az Isten angyalai, az Isten örök érvényű, tiszta és tökéletes akarata. És ezért a keresztény embernek egy komoly gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet kell gyakorolni annak érdekében, hogy ne csak a láthatókra nézzen, hanem ezek a láthatatlan valóságok állandóan jelen legyenek a tudatába. Nagyon komoly gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet kell gyakorolnia, hogy komolyan vegye az Isten beszédét, az Isten igéjét, ezen belül különösképpen az Isten ígéreteit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 27. versében van egy kijelentés Mózesről, ami természetesen nem csak az ő életében volt érvényes, hanem mondhatjuk, hogy az összes igazán hívő emberek, a valódi keresztények is mindenkor e szerint, a törvény szerint éltek. Így mondja, Mózes erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hát, hogy én soha ne felejtsem el a láthatatlan világot, Istent és a mennyei világot, és az Isten akaratát, és az Isten gondolatait, miközben itt ténylegesen csak a látható, más törvényű valóság vesz körül, ehhez komoly gondolkodásbeli és érzelmi fegyelemre van szükség. Arra, hogy például az Isten ígéreteit, hogy úgy mondjam, készpénznek vegyem. Természetesen minden őszintén hívő emberben is átfuthat, akármikor egy pillanatra a kételkedés, az aggodalmaskodás, a félelem, de megtanulja fegyelmezni a gondolatait és az érzéseit, emlékezetébe idézni az Isten ígéreteit, és lepecsételni ezeket az ígéreteket, például ilyen igékkel, az egyik a zsidókhoz írt levélben van, a 6. fejezetben is így hangzik, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Egy másik hasonló ige a Timóteushoz írt 2. levél, 2. fejezetében található, amely pedig így hangzik, még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Tehát próbálom így megeleveníteni, hogy mondjuk egy válsághelyzetben, amikor nagyon volna oka félni, egy keresztény ember hogy gyakorolja a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Úgy, hogy ugyan átfut rajta az aggodalmaskodás és félelem egy rövid ideig, de aztán elkezdi az Isten ígéreteit az emlékezetébe idézni. Nagyon jó, ha ehhez neki nem kell a Bibliát kinyitni, hanem olyan sokat olvasta ezeket, és annyira megértette őket, hogy szinte maguktól megszólalnak benne, és minden nehézség nélkül előhívja ezeket az emlékezetéből. És amikor ezután is átfut rajta az, hogy de vajon most is így lesz-e, vajon az Isten teljesíti az ígéretét, akkor abban a pillanatban lepecsételi ezekkel az igékkel. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ő önmagát meg nem tagadhatja. És abban a pillanatban vége a félelemnek, vége az aggodalmaskodásnak. Tulajdonképpen innét ered az igazán Krisztus követő embernek a bátorsága is.
Megint csak példabeszédek könyvéből idézem, a 28. fejezet első versében ezt olvassuk. Az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Annyira tetszik nekem, hogy ez a bibliai ige még csak nem is éri be azzal, hogy azt mondja, mint az oroszlán bátrak, hanem még fokozza, hogy mint az ifjú oroszlán bátrak. És ez a bátorság abból ered, hogy megfegyelmezte a gondolatait, az érzéseit, komolyan bízik az Isten ígéreteiben, megfontolta, meggondolta, egyszer valamikor meggyőződött, mélyen meggyőződött, és ebben a meggyőződésében nem rendült meg, hogy Isten létezik, az ő szava igazság, és ezért megfegyelmezi az ebbe vetett bizalommal a gondolatait és az érzéseit. Ezért olvasunk a Bibliában ilyen igéket, hogy például a 16. Zsoltárban Dávid vallomása, az Úrra néztem szüntelen, azért meg nem rendülök. Tehát a láthatatlan valóságot mindig belevonom a gondolkodásomba, és ezért nem tudnak megrendíteni a látható dolgok. Egy másik igét is idéznék a 112. Zsoltárból. A 112. Zsoltár 7-től 8. versét, talán olvasom is szó szerint ezt, tehát a 112. Zsoltárból a 7. és 8. verset olvasom. Így hangzik az ige, tehát 112. Zsoltár 7. 8. verse. Azt mondja az igaz emberről, semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Rendületten az ő szíve, nem fél, míg ellenségeire lenéz. Milyen érdekes, megint csak találkozunk az erős szív fogalmával. A valóban keresztény ember, az igazi Krisztus követő, az erős szívű. Uralma, birodalma van a maga lelkén. Tud uralkodni az indulatain, az ösztönös érzésein és indulatain. És tud bízni az Isten ígéreteiben olyan szilárdan, hogy semmi rossz nem, hírtől nem fél. Rendületlen szíve, míg akár egy tábornyi ellenségre lenéz, mert tudja, hogy az Isten ígéretei bizonyosak, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, lehetetlen, hogy önmagát megtagadja. Így próbáltam meg röviden felvázolni, hogy mit jelent a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem, és ebből tulajdonképpen az következik, és ez megint csak egy nagyon nagy örömhír, hogy én nem az vagyok, aki ebben a percben vagyok, hanem kicsit az emberről is elmondhatjuk, hogy leszek, aki akarok lenni, mert jogom van, és szabadságom van, és Isten hatalmat ad, ha Istenre támaszkodom, ő erőt és hatalmat ad nekem ahhoz, hogy uralkodni tudjak a saját lelki világom felett, és kormányozni tudjam saját magamat, és amit én elfogadok a lelkiismeretemmel, az értelmemmel, mint igazi eszményt és igazi célt, akkor én képes vagyok arra, hogy visszautasítsak mindent a lelki világomban, ami ezzel ellenkezik, és viszont célegyenest igyekezzem afelé a cél felé, amit én elfogadtam, mint igaz, nemes, értékes célt az életemben. Tehát az ember igen pozitívan formálódhat, kiváló karaktere alakulhat ki, és nem tudja semmilyen szél jobbra-balra megingatni, nem lesz szélingatta nátszál, az az ember, aki gyakorolja a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Én szívemből kívánom kedves nézőinknek, hogy kiki elinduljon az úton, és tapasztalatból ismerjük meg, hogy sokkal rosszabb elengedni magunkat és átadni magunkat bármely ösztönös gondolatnak és érzésnek, és valójában akkor vagyunk megkötözött foglyok, és viszont valódi szabadság, belső békesség és öröm, hogyha megtanuljuk nap mint nap hűségesen gyakorolni belül kormányozni magunkat elsősorban a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelmet. Köszönöm a figyelmet!